Hello, hello mindenkinek, szervusztok, kellemes napszakot és boldog évszakot. Aki még nem vette volna észre, beütött az ősz. A nagy nyári szünet után én is itt vagyok egy újabb videóval. És hogy miről lesz szó? Hát nagyjából csak harmadfűekről és a harmadfű világításokról, úgyhogy kezdjük. Első kérdésünk nagyon egyszerű, mondok egyfajt trópusi, valami télálló szegmensből, kezdjük a trópusival. A legközkedveltebb faj a Drosera capensis, vagyis fogföldi harmadfű. Ez egy dél-afrikai harmadfű, nagyon szép hosszú levele van, tele van cseppekkel, van belőle alba, vagyis be nem színesedő tiszta zöld változat, és van a másik véglet az all-red változat, ahol a levelek is, meg tentákulumok minden vörös, ahhoz ugye nagyon sok fény kell, de majd a világításnál fogok erről beszélni. Szóval, hogyha lakásba keresel egy harmadfű növényt, ez teljesen jó lesz neked, tök jó, könnyen lehet gondozni, ugye esővíz vagy desztillált víz kell neki, nagyon sok fény, kellő hőmérséklet, amilyen 20-25 fok között van, és akár egy déli ablakban is el lehet, egy pici kiegészítő világítás lehet, hogy kell majd neki, de nagyon jól el lehet boldogulni ezzel a növénnyel. Trópusi szegmensből egyébként a többi ilyen kerekrozettás habitusú harmadfűfaj is tök jól tartható. Ugyanazt kell vele csinálni, mint a Drosera capensis-szel, fény kell neki, víz kell neki, valamint megfelelő hőmérséklet, és még ilyenkor télen is lámpa alatt mondjuk virágozhatnak. Nagyon jó kis hálás növények, magvetéssel könnyen szaporíthatók, úgyhogy bátran ajánlom kezdőknek is. A télállóak közül pedig, amit tudok ajánlani, hát végülis mindegyiket ugyanúgy kell tartani, úgyhogy ilyen könnyen nevelhető fajnak szinte az összeset nevezném, egy Drosera filiformis, vagy egy rotundifólia, teljesen jól elműködik nektek egy kinti kismocsárban, vagy akár cserepes tartással is. Télen ők pihenni mennek, erre majd figyelni kell. Itt jelzem, hogy lesz majd külön őszi, téli, ilyen teleltetős videó, úgyhogy aki szeretné, az majd megvárja, és iratkozzatok fel a csatornára, mert akkor fogjátok megtudni, hogy mikor jön ki pontosan. A Drosera filiformis ilyenkor már ugye betelel, ezt kint kell tartani, lakásban nem lesz jó neki a hely, de nagyjából ezek a legnépszerűbbek és legkönnyebben tartható harmadfűfajok. A második kérdés kicsit kapcsolódik az előzőhöz, viszont nagyon érdekes kérdés, azért hoztam ide, ugyanis a Drosera capensis és a filiformis teljesen más élőhelyen él. Ugye megbeszéltük, hogy a capensis az Dél-Afrika, a filiformis pedig Észak-Amerika. Az egyik trópusi, a másik hidegtűrő, éppen ezért a kérdésre a válasz második fele, a filiformisnak nem kell világítás, ilyenkor a filiformis már betelel, leszárítja a leveleit, beáll egy ilyen kis szőrös gumóba, és egészen a tavasz végéig meg sem mozdul. Szinte víz is alig kell neki, egy ilyen picike kis gyökere marad a nagy gyökérzetből. Ez egy szál gyökér, kb. 1 centi hosszú, ezért nem is kell neki nagyon víz, éppen hogy totál nem száradjon ki az egész, és akkor tavasszal egyébként újra fog hajtani, amikor már kimegyünk a fagyokból, olyan április körül, akkor már lehet vizet önteni neki, egyébként látszik a kis rozettán, hogy mikor kezd el kinyílni, akkor már mehet neki a több víz. És éppen ezért, mivel kint telel, ezért nem kell neki világítás. Ilyen egyszerű ez a kérdésnek a második fele. Az első fele az trükkösebb, mert ugye trópusi növényről van szó, ilyenkor már beszoktuk vinni a lakásba, és
akár egy íróasztalon, vagy egy déli, délkeleti, vagy délnyugati ablakban el van, vagy esetleg egy polcrendszeren, hogyha több növényünk van. Világítás tekintetében végülis határa csillagos ég, attól függ, hogy mennyi pénzünk van, mennyi helyünk van, és mennyi növényünk van. Ha nagyon sok pénzünk van, akkor megvehetünk egy komplett akváriumi világítást, ezek nagyjából már teljes spektrumú LED világítások, akváriumi növényekhez van, kitalálva ez az egész, nagyon dizájnosak, van ebből az olcsóbb kategórián 15-20 ezer forinttól egészen a 2-300 ezer forintos megoldásig, kinek mekkora a pénztárcája. A másik pedig, hogy mennyi növényünk van. Egy növénynek nem érdemes egy nagy LED panelt megvenni. Ha csak egy növényünk van, és mondjuk az íróasztalon vagy bárhol egy szekrényen tároljuk, akkor tökéletesen megfelel neki mondjuk egy ledes pici íróasztal világítás, ilyen olvasólámpaszerű, ami olyan 9-11 wattot tud. Itt annyira nem is számít, hogy teljes spektrumú vagy nem, elég neki egy hideg-fehér fényes világítás, szépen a növény felé irányítjuk, és ilyen 10-12 órába mehet neki, nagyon energiatakarékos, nem fog sokat fogyasztani, 1-2-3 növényt azzal a fénycsóvával el fog látni. Ha mondjuk elég sok növényünk van, többfajta harmatfű, esetleg hízókák vagy kancsókák, akkor már el kell gondolkozni egy nagyobb, komplexebb világításon, vagy akár mondjuk polcrendszer, hogyha pakoljuk a növényeket, akkor ugye polconként a megvilágítást biztosítani kell. Manapság ugye a legolcsóbb és a legenergiatakarékosabb az a LED panel vagy LED sor. Én ezeket a LED füzéreket nem igazán szeretem, amit így fel kell ragaszgatni mindenhova. Azokat annyira nem bírom, inkább vegyünk kész armatúrás, vagy paneles, vagy beépíthető, vagy akár ilyen fénycsöves ledes világítást, sokkal tovább fog tartani, nem lesz vele gond, hogy most elengedi a ragasztó, és akkor egy sor teljesen le fog esni. Szerintem érdemes rá egy picivel több pénzt szánni, hogy milyen színhőmérsékletet vegyünk, olyan 5000-től 6500 Kelvinig ez a hidegfehér fénynek nevezett világító panelek a jók, vagy fénycsövek. A következő egyébként, amit itt már megvehetünk egy 10-15-20 növénynél, azok a növényes ledes világítások. Ezekből is többféle kapható, ugyanúgy egy csík, vagy akár egy panel is kapható belőlük, ugye általában kék és piros ledek vannak benne. Létezik olyan, amelyik külön kapcsolható a színe, sőt van olyan, amelyikben három led van, ugye a kék, a piros és a fehér, és ezt lehet váltogatni. Vannak olyanok, amiben már előre az időkapcsoló be van építve, akkor a fénynek az intenzitását is tudjuk állítani egy pici kapcsolóval. Ezek tök praktikusak, nem kerülnek olyan sokba, kínai áruházakból simán be lehet rendelni, úgyhogy ezekkel is lehet próbálkozni. Nekem az a javaslatom, hogy kombinálva használjuk ezeket a világításokat, legyen egy hideg-kék alapvilágításunk, és kiegészítőnek ezek a növényes világítások. Van, akit zavar egyébként, hogy az egész szoba mondjuk ilyen rózsaszín, lilás színben úszik, és éjszaka mondjuk kivilágít a városra, akár egy társasházból, de valakit ezt nem zavar, és akkor ilyen hangulatvilágításnak tekinti. Úgyhogy ez egyéni ízlés kérdése, hogy milyen időtartamot válaszunk a megvilágításra. Ez a reggel 8-tól este 8-ig szerintem ez teljesen megfelel majdnem minden növénynek. Vannak olyan trópusi harmatfűek, mint például a törpe harmatfűek, akik egy kicsivel több fényt igényelnek. Itt elmehetünk a 12 óraért 14 óra időtartamra is. De ha valaki mondjuk a retro érzésnek a híve, akkor bátran használhat még régi fénycsöveket, akár a T8-as vagy a T5-ös fénycsöveket is, azok is tök jól működnek még, kicsivel több áramot fogyasztanak ahhoz képest, hogy mennyi teljesítményt adnak le, és ott mondjuk lehet variálni a csöveket is, hogyha olyan armatúrád van, amiben legalább kettő cső megy bele, akkor az egyik lehet egy hidegfehér fényes, a másik pedig egy növényes, ilyen plant nevezetű cső,
Ezeket még mindig lehet kapni, be lehet szerezni. Azt javaslom, hogy legalább szezononként cseréld le a csöveket, mert egy idő után az intenzitásuk csökken. Ezt a szemmel nem fogod látni, hanem ha mérőműszerrel kimérnéd, akkor látnád a különbséget. Úgyhogy én javaslom, hogy minden szezon kezdete előtt szerezd be a friss fénycsöveket. Már aránylag tök olcsón ezeket meg lehet kapni. Én is nagyon sokáig T8-as csövekkel világítottam a növényeknek, sőt, még mindig van olyan polcrendszerem, amelyiken azok mennek, de már folyamatosan cserélem le LED panelekre. Vannak még a kompakt csöves, energiatakarékos izzók, ezekből is vannak növényesek, elég jó hatásfokkal működnek, viszont ezek nem irányított fényt adnak le, mint egy armatúrából, mondjuk majdnem közel függőlegesen, vagy mit tudom, 30 fokos szögben letörő fény, hanem ezek nyitott fényforrások, úgyhogy mindenfele szórják a fényt. Itt figyelni kell egy picit erre, lehet hozzájuk armatúrát venni, vagy csinálni, esetleg ilyen hőtükrös fóliát a növény köré, vagy a polcrendszerre beszerelgetni, és ezekkel is tök jól el lehet boldogulni. De ahogy mondtam, a mai modern LED-es technológia az már teljesen energiatakarékos, nagyon könnyű beszerezni, és nagyon jó vele egyébként játszani is, kitapasztalni, hogy melyik fajta bírja mondjuk tovább, melyiknek a fénye megfelelő, vagy esetleg nem vibrál, mert vannak olyanok, amelyik egy picit vibrál, és valakinek azt a szeme nem bírja. Erre nem árt odafigyelni, hogyha mondjuk nagyon szép fotókat akarsz készíteni ilyen világítás alatt lévő növényről. Ugye arra gondoltam, hogy a jövőben ilyen felbontásban lesznek a kérdezfelelek videók, hogy egy vagy két kérdés, ami nagyjából kapcsolódik egymáshoz, így legalább kereshetővé válnak majd azok a témák, amiket feldolgozok, és nem kell mondjuk egy videóba végigbogarászni, hogy hanyadik kérdés volt az, és így ezt meg szeretném nektek könnyíteni. Valamint saját magatok helyzetét könnyítitek meg azzal, hogyha feliratkoztok a csatornára, mert akkor egyből értesültek az új információkra, az új videókról. Így aztán hajrá, nyomjátok a kis csengő gombot, találkozunk a következő videóban. Szevasztok!